Nagy tisztelettel köszöntöm a Fightpoint küzdősport magazin nézőit. Ahogy a kedves nézők már megszokhatták, hogyha szeptember van, akkor becsöngetnek az iskolában, és hogyha szeptember van, akkor mi is ellátogatunk a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémiára. Mai műsorunkban is erről láthatnak egy összeállítást. Rajcsányi Gergő és Herédi Ákos vezetésével ovisoknak és alsó tagozatos iskolásoknak zajlanak judó edzések. E olimpiai sportág alapjait sok esetben játékos formában ismerteti meg a gyerekekkel az edzőpáros. Még régen kezdtem el a judót, most már bele szerettem igazából. Mit szoktatok itt csinálni judón? Futózni, lecsapni, kokodírosat. Te miért szeretsz judózni? Azért, mert sok nagyon jó kis ugrásokat lehet tanulni, meg ilyesmi. Nagyon szeretem a judót, mióta már ide járok. Szeretnél majd egyszer versenyezni is? Igen, az biztos, hogy nagyon gyorsan tudok futni. Miért szeretsz judózni? Azért, mert jól erősít, meg vannak benne játékok is. És vannak benne dobások, amiket nagyon szeretnék megtanulni. Meg az öveket is szeretném, hogy az övekbe legfelülre kerüljek. És itt nagyon jól érzem magam. Azt hiszem, az egyik leghálásabb feladat igazán pici gyerekekkel foglalkozni. Rajcsányi Gergőtől kérdezem, milyen érzés ez pontosan? Hát fantasztikus érzés, nagyon hálásak tudnak lenni, nagyon gyorsan fejlődnek, ennél jobb szakmát szerintem nem lehet választani a világon. Különös kép, hogy most már te is apuka vagy. Igen, köszönöm a kérdésedet, most már másfél éves fiam van, úgyhogy még jobban átérzem a szülők és pedagógusoknak az érzéseit. Mivel lehet az ilyen pici gyerekeket motiválni? Hát szerintem őket nagyon nem is kell motiválni, hiszen a mozgás öröme élményét azt ők imádják. Ha tehetnék, egész nap rohangálnának, ugye mi szorítjuk inkább csak korlátok közé őket, tehát nyilvánvalóan az ő világukban most a játék az, ami motiválja őket. Ha te nem lennél judó edző, csak szimplán egy apuka, akkor miért választanád a gyerekednek ilyen korban a judót? Nagyon jó küzdőszellemre nevel, nagyon jó fegyelemre nevel, nagyon jó mozgás koordináció fejlesztő, és még sorolhatnám tovább. Küzdősportoknak ez az alapja, gyerekeknek ezt lehet okítani, a küzdősportok nagyon jók, és ugye a judó az egy nagyon biztonságos küzdősport, mindenképpen ezt választanám. Ha nem is marad küzdősportban a gyerek a világban, akkor is egy nagyon jó alapot kap. A judósokhoz hasonlóan az ökölvívó edzők személyesen változott az akadémián az elmúlt egy év során. Nagy Csontörő János korábbi profi világbajnok, és a szintén profi Régi Dániel felel a boxért. Szinte minden korosztálynak, lányoknak és fiúknak egyaránt tartanak tréningeket. Becsengettek az akadémián is, én szoktam így fogalmazni. Ez mit jelent számokban, illetve rendszer tekintve? Gyakorlatilag ugye a nyári szünet alatt is a versenyzők készültek. Nagyon sok új fiú és lány érkezett most, hogy a nyárnak vége van, elkezdenek sportolni, ismerkednek az ökölvívással. Aki pedig versenyre készülünk, természetesen ugye próbáltunk a nyáron is maximálisan, amit lehetett edzőszámot belevinni, valamint olyan felkészülést végezni, amivel remélem eredményesek leszünk. Említetted a versenyzőket, de hogyha jól tudom, akkor nem mindenki az. Kik azok, akik még alkotják ezt a hegyvidéki ökölvívó tímet? Hát gyakorlatilag ugye Solomon Kármil, akinek most a hétvégén van a országos bajnokság, valamint Szabó Julianna, aki eddig legeredményesebb versenyzőnk, őneki pedig november vége fele lesz majd az OB. A hegyvidéki öklözők közül Solomon Kármil a legutóbbi tanévben diákolimpiai ezüstérmet nyert. Sikeres év van mögötted, és megkezdődött az új tanév is, illetve az új esztendő, lesznek versenyek. Milyen volt az elmúlt esztendő? Az elmúlt évben egyre több versenyem volt, ugye, mint tavaly. A legfontosabb 2-3 versenyem talán a Győrben megrendezett diákolimpia volt, ahol ezüstérmet szereztem, és a Zegerben rendezett Bornemisza emlékverseny, ahol bronzérmes lettem. Mire most ezekre erre a két eredményre vagyok a leginkább büszke.
és próbálom ebbe az évben minél jobban oda tenni magam. Most legfőképp a 24-én rendezendő országos bajnokságon. Mi van a háttérben? Mi az a sok munka? Mi az a plusz, ami kell ahhoz, hogy eredményes legyél te, hogy itt éled meg? Legfőképp az, hogy bízok magamban, szóval sosem jut eszembe az, hogy veszíthetek. Mindig az jár a fejembe, hogy én vagyok a legjobb formámat kell hozzam minden egyes nap, minden egyes edzésen. Akkor reggel felkelek, lefekszek, mindig az jár a fejemben, hogy én fogok nyerni. Egy percre nem fut át az agyam, hogy én veszítek. Nagy szerencsém, hogy a legjobb edzőkkel vagyok körülvéve, és a legjobb sportásokkal. Itt az akadémián a legjobb körülmények között tudok edzeni. Nagy Csontörő János és Régi Dániel segítségével maximumra tudom fejleszteni magam. Magyar, Európa és Világbajnokság is vár a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémia campusaira az év hátra lévő részében. A lányokból és fiúkból álló harcművészeti szakosztály a klub legeredményesebb csapata. Már több mint 100 érmet gyűjtöttek a különféle versenyeken, pedig csupán néhány éve alakultak. Az Európa bajnokságra utazó, illetve hát hála Istennek nem utazó, mert itthon lesz ugye keretben, várhatóan több olyan sportoló is lesz, akik az akadémiát képviselik. Kik az esélyesek erre? Laca Ábert tudom elsőként említeni, hogy már harmadik alkalommal védi meg a címét. Bízom benne Karácsonyi Krisztián, Megyeri Szabina, aki szintén kétszeres világbajnok, Megyeri Benjamin a testvére, Parta Boglárka, és van egy fiatal reménységünk, tehetségünk, Kockás Dávid, aki bízom benne, hogy szintén tagja lehet ennek a erős és jól felkészült válogatottnak. Egy gondolat még, tavaly ugye sikeres világbajnokságot rendezett Budapest, most, hogyha összejön ez az Európa bajnokság, és szintén jó lesz a visszhangja, ez a kettő együtt mennyire lendítheti előre a campus sportot Magyarországon, vagy legalábbis a megítélését? Mindenképpen minden egyes jól megszervezett és sikeres verseny nagyon előre lendíti a campot, és én úgy látom, hogy már komoly támogatók a Szerencsejáték ZRT támogatásával garantált a minőségi körítésnek az összehozatala erre a versenyre, a többi az rajtunk múlik szervezőkön, illetve a versenyzőkön. A nyári szünetet követően a camposoknál is megkezdődött a felkészülés. Hogy néz ki konkrétan a te meneted? Hát, hogy heti 3-4 edzésem van, készülünk ugye a versenyekre, amik majd most következő hónapokban jönni fognak. Készülünk a novemberben megyünk Jitsu VB-re, aztán decemberben megkezdődik ugye a Kempo EB. Erővel, gőzerővel készülünk ezekre a versenyekre, nagyon sokat készülünk rá. Eredmények tekintetében mi az, amivel mondjuk maximálisan elégedett lennél egyszer? Hát a világbajnokságot, vagy az EB-t most megnyerném felnőttbe, ezre most nagyon büszke lennék. Mi a célod hosszú távon? Esetleg fekete övesmesterré szeretnél válni? Igen, gondoltam rá, hogy fekete övesmester lennék, edzést tartanék kisiknek, nekem is lenne egy egyesületem, elkezdtem az edzőit ebbe az évbe, és jó lenne egy kis edzőterembe kicsikkel kezdeni, aztán majd szép fokozatosan én is versenyzőket így kiállítani. Milyen a csapategység itt a Hegyvidéki Akadémián? Nagyon, mint egy nagy család kb. Olyan, sokat nevetünk, de persze kemény munkával egybekötve. Heti 5 alkalommal van lehetőség a kettlőben segítségével formába lendülni. Először is kezdünk egy elég durva bemelegítéssel, aztán kicsit erősítünk, és jöhetnek a komoly gyakorlatok. Végén pedig lenyújtunk. Nagyon jókat szórakozunk, és az edző is elég kemény, pont eléggé. A krav maga által is jó kondíciót lehet elérni. Ezáltal azonban számos önvédelmi technikát is elsajátíthatnak a résztvevők, melyeket veszély esetén a hétköznapokban is tudnak alkalmazni. Milyen program várja a krav maga edzésre érkezőket? A mai edzésen terv szerint nyilván a bemelegítés után foglalkozni fogunk az alapvető mozgás mintáknak a javításával, mint ütés, rugás, a támadó technikák, utána pedig a védekező technikák közül az egyenes, szemből érkező egyenes támadásokat, illetve az oldalról érkező egyenes támadásokat fogjuk taglalni. Gyakorlatilag a krav maga az egy jó kondíció, plusz megspékelve önvédelmi technikákkal? Mondhatjuk így, én fordítva fogalmaznék, hogy az elsődleges szempont ugye az önvédelmi, és azoknak a önvédelmi technikáknak a oktatása, és ehhez jön hozzá
hogy egy megfelelő kondícióba hozzuk a tanulókat, hogy alapvetően milyen sikeresebben tudják végrehajtani a technikákat, és egy általánosabb, fittebb állapotot érjünk el nálunk. Lehet azt mondani, hogy korosztálytól és nemtől függetlenül bárkinek lehet ezt ajánlani? Sőt, testalkattól függetlenül is bárkinek tudom ajánlani a Krav Magát. A www.hegyvidékharcosai.hu oldalon megtalálható valamennyi sportág edzés időpontja. Kedves nézők, ennyi fért mai adásunkban, hogyha kedvet kaptak valamelyik sportághoz, akkor látogassanak el ide a Hegyvidékharcosai Küzdősport Akadémiára. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, további jó tévézést, viszontlátásra!